Picit kiállunk, hogy be tudja az úr zárni, mert akkor tudunk arra az oldalra is plakátolni. Azért beszállt. Hát mi másért? De hogy? Itt nem, ott sem. Ne mozdulj meg! Várjatok, álljunk vigyázban! Mert azt hiszem, hogy önnel kiköltik az erdős a konverziós pozsonylatokat, amivel azt bizonyítják, hogy felti bankot adtak kölcsön a hiteleseknek. Tehát tévedtem. Ő csak kiköltik az ajtót, tehát látta, hogy nem menjünk, mert nem van szarva. De mi nem akarunk bevenni. Majd teher autóval fogják neki visszaforítani a kártyerítést. Ilyen 16 tengelyes kamélokkal. Délután jövünk majd bent a bomba. De valamilyen nem záródik be. Próbáljuk meg, hát ha sikerül, mert akkor nagyobb felületünk van. Benyújt el innen. Jó, hogy picit próbáljuk ki. Zárulj, Szezám, zárulj, te még mielőtt rád fogják, hogy mi rontottuk el. Szuper! Na ez az, működik, ha én parancsolok. Hoppá, álljatok! Jól van. Most megint várjunk egy kis, picit gyere el onnan, mert téged érzék el, várjatok. De most dúj! Ne vegyél levegőt! Hát ez az ajtó azt akarja, hogy mi bemenjünk. Csak mi nem akarunk bemenni. Na. Na, Józsi, megint korán mentél oda! Józsi, már itt lesz! Nem így lesz! Majd a már megrendeltük a 16 tengelyes kamionokat, amikkel vissza fogják hordani az ellopott pénzeinket. Picit gyertek el onnan, hogy sikerüljön be, mert nem marad annyi felül a szigetek, tényleg szóval nem vagy időt. Picit, picit, ne menj oda, most várj egy kicsit, várj meg, amíg lezárja a túra kulcsal. Gyere Istváni, nyomjad befelé a sodert! Istváni, nyomjad befelé a tonkádat, hadd érezzék a törődést! Hát mondom, az volt az ajtó, nagyon nem akar bezárulni, mi nem akarunk bevenni. Csak azt várjuk, hogy valaki kihozza már nekünk a devizsa konverziós iratokat, amivel bizonyítják a svájci frank keretetét. Tehát erre sajnos már évek óta várunk. Ez a bank ugyanúgy a többi 32 társával együtt ezt az egy igazi kérésünket igazából nem akarja teljesíteni. Valószínűleg azért nem, mert ilyen nem is volt. Loptak, csaltak, hazudtak. És a magyar állampolgár társai személy és vagyonő legyenruhába a mi pénzünkön őrzik a kiradóinkat. Hát én ezt az állást szívesebben fölmondanám, mert előbb-utóbb úgyis meg fog szűnni, úgyhogy nem baj, ha kerestek fiúk magatoknak más tisztességes hagyonőri munkát, mert ezeket a rabló szavokat védeni, ez állampolgári bűncselekmény. A Citibankkal nem volt probléma. A Citibankkal nem, igen, nem megyünk. Megtanulják, és utána rájuk küldik a végrehajtókat, és a végrehajtók meg még elvisz az utolsó bagályukat. Igen, igen,
Olyan is van már köszönt, hogy egész most még nem, de még bármikor változhat a program. De nem baj, ha bezárnak a bankot. Nem tudom, mire is volt. Én sem. Ugye? Úgy kell a mocskokat. De majd lehet, hogy ide majd kitaláljuk még, hogy melyik bankban jövünk ügyintézni, lehet, hogy ide jövünk. Vigyázz, nem mennek messze rossz, hanem a vezéreknek. Na, akkor figyeljetek! Megint beszélek egy kicsit, jó? Jó. Olyan. Na, halló! És gyorsan végeztem, mert viszonylag kevés a felület. Ugye itt megvolt a három bank az Aktubanon, akik már szerintem nagyon rettegnek attól, hogy mi mikor jövünk vissza. Az Oktogon, ugye szakrális hely, emlékeztek, akkor tavaly június 25-én, ugye itt történt meg az, amikor a Zombolszki Fehér Zsolt a sok halottal kapcsolatos mérnek a jelét felfestette a bankokra, mindezt tette úgy, hogy ez nem volt egyeztetve a rendőrséggel, majd valamelyik rendőr erről nem tudott, elkezdte őt kergetni, és ott középen a villamos sínek előtt földre vitték, volt egy kis kicsi alakás, még nagyobbat kívánjáték a rendőrökkel, reméljük ilyen többet nem lesz, minden esetre jó maga volt, és ez az a hely, ahova mindig vissza kell ezért térnünk, mert ez egy olyan hely, ami a mi szabadságharcunknak egy jelképes helye. Rettegnek a bankok, rettegnek tőlünk, nem szeretnék, hogy bemenjünk, erősítik a biztonsági érzéket, amióta a harcunkat folytatjuk, és már be is megyünk a bankokba, a legtöbb bankfiókban megduplázták, néhol megháromszorozták az őrséget. Van pénzük! Így van, van munkahely! Tehát én azt mondom, hogy a biztonsági őrök lassan hozzájárulhatnának a harcunkhoz egy kis ragasztó, papír, sütemény, egyéb dolgokkal, hiszen nagyon sok munkahelyet teremtettünk azáltal, hogy mi ezt csináljuk. Ugyanígy, és nem sajnáljuk természetesen a rendőri elnök túlóra pénzét sem, tehát ezt is mindenképpen igyekszünk csinálni, hogy nekik is legyen egy kicsit több. Most egy pillanatra azt nem tudom, hogy én miből fogok élni, tehát nyilván majd ez is valahogy meg fog oldódni. Most pedig azt csináljuk, hogy visszamegyünk Isten kocsija felé, feltöltjük a mini policiaink összékplakátokkal, közben megnézzük, hogy a rafináltban nem volt-e olyan rafinált, hogy elkezdte leszedni, ha nem, akkor pedig elmegyünk a Nyugati tér irányába, az Aradi utca sarkán van egy Szív és egy Unicredit bank, akik szintén részt vettek elég erősen a devizahitelezésbe, és nehogy már úgy érezték, hogy ők kimaradnak ebből. Egyébként az Unicredit bankról tudni kell, hogy annak idején a terrorcselekményes feljelentésemben ők is tevékenyen részt vettek. Az Unicredit egyik alkalmazottja volt az, aki személyesen bement a 6. kerületi rendőrségre, és feljelentést tett ellenem, rettegve, hogy bizony ezen a videón van egy ember, aki arról beszél, hogy le fogja törni a kirakatot, és ők nagyon félnek, hogy esetleg az övéké lesz ez a kirakat, és ugye ugyanezt tette az OTP bank is. Nem is értem, hogy miért nem mondta azt a rendőrség nekik, de hát nem vagytok az érintettjei ennek a dolognak, mert hogy honnan tudták, hogy melyik bank, akkor arról van szó, hogy földobunk majd egy érmét, és kiválasztjuk, hogy melyik bank legyen. Úgyhogy menjünk szépen át szabályosan a rendben, plakátoljuk le a többit, és utána eldöntjük, hogy mit fogunk csinálni, mikor végeztünk az összes plakátolással.